Cosi. Gyönyörű hajad, igazi vagy paróka? Most csak neked megengedem, hogy meghúzod, és akkor döntsd el te magad. Nagyon fáj! Voltunk tavaly is, és ugye te Shadow of Mordor című játéknak a kapcsán jött az egész dolog, hogy valami olyan dologgal álljunk elő, ami esedékes, és hogy a játékos kedvet kicsikét felszítjük. Warhammer 40k cosplay, eddig oké. Okay. Pontosan ki is vagy azon belül? Sister Repentia is, ugye ő a saját magam által kreált karakter, a neve pedig Lucrecia Annunciata. My name is Ferasha. I come from Serbia and I'm here on duty because we have a big cosplay competition here and I'm one of the judges. Is it hard to be a judge? It's pretty hard to be a judge because here the scene is at a very professional level. You can see that a lot of people know their job, that they are very skilled with craftsmanship and with sewing, and we had a pre-judging like maybe half an hour ago, so we already know who our favorites are. But it was pretty difficult, especially because there are some people who are at nearly professional level. But overall, I am quite impressed. We are a couple of years behind in Serbia, but we will catch up on you, don't worry. Mindannyian rendezvényen igyekszünk megjelenni, mint például a Plét is, ahol elsősorban ugye népszerűsítjük a légiót, illetve hát a rendezvény fényét próbáljuk egy kicsit emelni a rajongóknak. Mondanál pár szót a karakteredről? A karaktert azt legutoljára érdekes módon ugye az új filmekben lehetett látni, bár az első megjelenésük a Birodalom visszavágban volt, most hirtelen el kellett gondolkodnom, a Birodalom visszavágban lehetett látni, amikor ugye meglátogatja Vader az uralkodót, és a liftnek a bal, illetve jobb oldalán, tehát ajtókban ott áll egy-egy ilyen birodalmi gárdista, illetve hát ők a, nem birodalmi gárdisták, ők a császári testőrök, Royal Guard, vagyis császári testőr, ők az, akik a legelső védelmi vonalát képezik úgymond az uralkodónak, erőérzékeny elit katonák.